Mutatom dr. Greta Garbo, aki az Evangélikus Likomán Egyetemnek a docense, etikával, dogmatikával foglalkozik, és most egy etikai témáról fog beszélni, amelynek a lényege a szépségsebészet és a teológiai esztétikával kapcsolatban. Nagyon, hát nem tudjuk egymásról jobban mondani, de hát azért nagyon érdekes, hogy az elmúlt néhány évtizedben az etika, a morál nagyon sok tekintetben majdnem uraként. És úgy tűnik, hogy a teológia is alkalmas és hajlamos arra, hogy a morál helyett az esztétika útján próbálja a saját téti igazságait, aminek a régi hordozó közegeit, a filozófiával bemutatni. Úgyhogy nagyon érdekes lesz számunkra, biztosan mindannyiunk számára, hogy vajon van-e valami lehetőség arra, hogy a teológia pont az esztétika területén fejtse ki jótékony hatását a társadalomban. Úgyhogy Viktor, szeretettel köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen Béres Tamás tanár úrnak a pontos felvezető szavait, tényleg mindig pontosítja azt, amit én elgondolok, és egy kicsit közelebb vezet a témámhoz. Bár a hallgatóság számára fölmerülhet a kérdés, hogy az én előadásomnak mi köze a reformáció mozaik darabkáihoz. Hát itt közben az jutott eszembe, hogy talán a sebészet, mint egy speciális belső és külső reformációja az embernek, tehát ugye a reformáció, a sebészet is, hát legrosszabb esetben külsőleg is látható reformációjához vezet az emberi testnek. De majd fogjuk látni, hogy azért valóban, ahogy Béres tanár úr mondta, a teológiában a reformációnak a gyökerei, az esztétikai teológiában a reformációnak a gyökerei, és azok a szempontok, amelyeket megfogalmaztak, azok az esztétikai értelmezésében is visszatekintenek. Ugye ez az alapvető kérdés, hogy aki szép, az jó is. Hát már ez is elgondolkodtat bennünket, hogy erre egyáltalán lehet-e választ adni, másrészt pedig ugye az ókori filozófiának az egyik alapvető kérdése volt a szépségnek és a jóságnak a kapcsolata, ellentéte és hasonlósága. Ugye itt az első dián azt emeltem ki, amit tulajdonképpen a mai ember átél, a 21. századi ember átél, hogy önmagunkat úgy fogjuk föl, mint morálisan cselekvő lények, de ez ahhoz is vezet, hogy úgy alkotjuk meg magunkat, ahogyan egy művész az alkotását létrehozza. Tehát azzal az ízléssel, azzal a hozzáállással, amely számunkra szimpatikus, lehetőségünk van önmagunk élet folytatásának, ugye modern szóval a lifestyle megvalósítására, megtervezhetjük az életünket, megtervezhetjük a vallásosságunkat, megtervezhetjük azt, hogy hogyan nézünk ki, hogy milyen a fellépésünk. Nagyon sok minden a saját kezünkben van. Tulajdonképpen az embernek az autopoéziséhez vezetett, az önalkotásához vezet ez, önmagunkat alkotjuk meg, önmagunkat teremtjük meg, és ugye már ez a kifejezés is, hogy önmagunk megteremtése, ez is elgondolkodtat bennünket, minket keresztényeket, akiket Isten teremtett az összes többi teremtményével együtt. Egy német teológus, holland származású teológus, Klaas Huijzing, a késői modern korról szólva azt a megállapítást teszi, hogy ez sajátosan antropomorf. Itt a sajátosságra kerül a hangsúly, hiszen az ember tulajdonképpen olyan maszkokat, olyan képeket vetít maga elé, illetve alkot önmagáról, amelyek állarcként szolgálnak az ő számára, állarcok mögé bújhatunk. És a társadalom emberképének a mintája az, hogy nehéz önmagunkat fölvállalni, nehéz önmagunknak lenni, mert a társadalomnak az elvárásainak akarunk elsősorban megfelelni, és nehéz olyannak lenni, amilyenek valójában vagyunk. Ugye ez az autentikus létmódnak a hiányát tapasztaljuk meg, hogy a munkahelyünkön, akár a templomban, akár a vallásos életünkben, vagy családi életünkben olyan elvárások vannak, amelyeknek meg kell felelni, és ezzel az életfolytatásunk nem minden esetben van szinkronban, szinte állarcok mögé kell bújni, vagy állarcokat öltünk magunkra, amikor különböző szerepekben jelenünk meg a társadalmon belül. Ezt az irányultságot egyébként már Nietzsche is felfedezte. Ő azt mondta, hogy az ember tulajdonképpen egy olyan színész, aki egy majomhoz hasonlítható, aki számára minden játék, hang és mozdulat, a színpad és színfal és közönség megjátsza önmagát, de nem éli bele, nem azonosul a szerepével önmagával, hanem játék számára, ugye az egész világ, ahogyan ezt korábban megfogalmazták, szerepeket játszik, fölvesz magára különböző gesztusokat, magatartásformákat, éles stílusokat, de ez még nem jelenti azt, hogy ezzel azonosulna is, hogy önmaga lenne, átélni az önmaga létnek a szépségét. Ez ahhoz vezet, hogy az ember az életét Apolló és Dionüszosz kettőségében éli meg. De a legjobb lenne, hogyha a két alaknak a közös metszetében valósulna meg az élete. Ugye tudjuk, hogy Dionüszoszt általában boros üveggel vagy egy pohár borral szokták ábrázolni, a csapongó, az életet élvező életmódja jellemző rá, ami sokunk számára szimpatikus, de azért ugyanilyen szimpátiát kell bennünk Apollónak az életmódja is, akire a meghatározottság, a kiforrottság, a szépség és a mértékletesség jellemző. Az ember élete e két pólus között valósul meg, és próbáljuk alakítani ezt az életet úgy, ahogyan az előzőekben szóltunk róla, hogy megtervezzük a saját életünket, kezükbe vesszük az életmódunkat. Hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a témánkhoz, tehát a szépségsebészet és a teológia kapcsolatához, Tertullianusra irányítjuk a figyelmünket, aki a 3. században arról írt, hogy vannak olyan asszonyok, akik nem sminkelik magukat. Ugye, hát nem csak a 3. században, de ma is vannak ilyen asszonyok. De a 3. században, amiről Tertullianus ír, azért nem sminkelték magukat az asszonyok, szemben ugye a római nőkkel és az ideáltipikus nővel, ami akkoriban volt, mert nem akartak idegen férfiakban, idegen emberekben kívánságot kelteni, mert ők keresztény asszonyok, és nem akarnak másban kívánságot kelteni. Olyan keresztény asszonyokról van itt szó, akik egyrészt testi szépségüket nem akarják eltárgyasítani, tehát, hogy úgy tekintsenek rájuk, mint egy szép amfúrára, vagy egy szép építészeti alkotásra, másrészt pedig szépségük kihangsúlyozása által nem kívánnak vágyat ébreszteni olyan férfiakban, akik számukra idegenek. Ugye ez nagyon érdekes dolog, hogyha nyáron itt kinézünk a Deák térre, akkor tele van olyan lányokkal, akik vágyat ébresztenek a férfiakban. Alig van rajtuk valami. Tehát azért, ugye, és csak hogy kicsit kiegészítsem ezt, édesanyám mondta, hogy hát fiam, hát ilyen körülmények között nehéz hűségesnek maradni. Tehát ez az anyai bölcsesség. Tertullianus fölhív. De a másik, ami fontosabb, hogy Tertullianus arra is felhívja a figyelmünket, hogy akik arcukat sminkelik, tehát díszítik, azok a sminkkel eltorzítják Istennek a teremtettségét, azt a szép arcot, amit Isten megteremtett, és Istent tulajdonképpen a sminkeléssel megfedik, hogy miért vagyok, hogy miért teremtettél ilyenre, én másképpen akarok kinézni, én szebb akarok lenni, én hivalkodóbban akarok kinézni, megfedik az Istent azáltal, hogy jobbá, tetszetősebbé akarnak válni. Na most ez a két irányultság, amit Tertullianus megfogalmaz, ez mind a mai napig megmarad a keresztény értelmezésben, akkor, amikor az esztétikai teológia felől a szépségsebészetet próbáljuk értelmezni. Tertullianus azt mondja, hogy ami velünk született, az Isten alkotása, ami hozzátétetik, az pedig az ördög műve. Nagyon radikálisan, nagyon szélsőségesen fogalmaz, legalább olyan szélsőségeket tapasztalunk meg itt is, mint Apolló és Dionüszosz között. Aki valamit hozzátesz, az az ördög eszközeként használja föl azt, amit tesz. Ebben benne van már egyfajta megkülönböztetése az örökletes teremtett és a mesterséges fogalmának. Ugye örökletes és teremtett az, amihez a technika eszközével vagy a szépészeti eszközökkel nem nyílunk hozzá. A mesterséges az, amit már az emberi techné jellemez, a hozzáértés, az a mesterségbeli jártasság, ami valóban kívánatosabbá képes tenni az embert. Na most nagyot ugrunk az időbe, és elérkezünk Karl Rosenkranznak a munkásságához, aki írt egy korszakos művet, aminek az a címe, hogy a rút vagy a csúfnak az esztétikája, és ebben a munkájában Rosenkranz próbálja ismét értelmezni a szépnek, a rútnak, a gyűlöletesnek, ugye ez a hässlichen, ez ilyet is jelent, és megállapítja azt, hogy a rút tematizálása nélkül nem lehetséges megérteni a szépet. Ahhoz, hogy a szépről beszélni tudjunk, a rútat is, a csúnyát is tudomásul kell vennünk. A rút fogalma tehát elválaszthatatlan a széptől, és létezése a szép tagadásának köszönhető. Tehát ami nem szép, ami nem tölt el bennünket gyönyörrel, az arányosság, a örömével, az lehet a rút, és nagyon találó volt a reklám kiadónak a grafikusa, hát én nem tudom, ezek ilyen papucsállatkák, vagy valamilyen ős bogarak lehetnek, hát ettől nagyon sokan megijednek, ugye, mint a pókoktól is, mert csúnyák. Na de, van nekünk a saját házunk tájáról is egy csodálatos kiadványunk, Ki a kereszt teológusa, ez a Forde című könyv. Hát ezen nagyon sokan megrökönyödtek, amikor megjelent ez a könyv, hogy hogy lehet ilyen ronda Jézus ábrázolással kiadni egy könyvet, és a szerkesztőt is megszólták, most nincs itt. De mindenki tudja, hogy kiről beszélek, hogyha a nevet nem mondok, akkor is. És tulajdonképpen Jézusnak a keresztje az valóban nem szépséggel tölt el bennünket, hanem Jézusnak a szenvedő alakja a kereszten az rút. Az fölborítja az ókori arányosság, a szépségideálnak a hagyományos felfogását, és valami mélyebb valóságra irányítja a figyelmünket. Azt írja Uri Körtner, hogy Isten lelke a rút esztétikájához vezet el bennünket, akinek megváltása, ígéret és reménység is. Tehát, hogy Istennek a lelke segít bennünket abban, hogy a rút esztétikája által, a rút felismerése által a kereszten észrevegyük, hogy Isten mit tett értünk. Na most ezt a gondolatsort folytathatjuk Eberhard Jüngelnek a megállapításaival. Az egyik, hogy a rút az felborítja a szépnek a rendjét. És ennek a következménye az, hogy az igazság és a szépség az egymásnak feszül, hiszen egyetlen egy igazság létezik, az az igazság, amely Krisztusnak a csúfos keresztjén kifejeződött, ami számunkra. Egyetlen igazság van, és az igazság helyében nem léphet a szép. Ugye ez is egy 21. századi jelenség, hogy a szép az tulajdonképpen az igazságot jeleníti meg a számunkra, az igazságot reprezentálja, a folt nélküli ruha az igazság, a helyesnek a kritériuma, a szép, az arányos, a kisportolt test, az az igazság, ilyenné kell válnod, ilyenné kell lenned. Ezért mondhatja azt Eberhard Jüngel, hogy a szépség látszata éppen ezért tagadható radikálisan, mert Jézus maga az igazság, és nem a látszata, amit sokan a szépségben vélnek fölfedezni. Ugye megállapíthatjuk azt, hogy a szépség, ha az igazság kifejezője lenne, akkor többféle igazságnak kellene létezni. Ezt a tételt azonban kizárja a kereszténység. Másik fontos megállapításunk az, hogy a képek mindinkább az igazság esztétikai kifejeződésévé válnak, de ez egy hamis látszatot teremt a mi számunkra. Akkor is, amikor rengeteg olyan képet látunk, olyan szimbólumokat látunk, amelyek a vallásnak a képi világát szekularizált formában érvényesítik. Gondoljunk számos reklámra, ahova, amikor az ember megvesz egy autót és szinte a mennyországba repül vele, vagy amikor egyetlen egy csokoládé meghozza a családba a harmóniát és a békét. Rengeteg olyan szimbólum, vallási szimbólum létezik, amivel vallási igazságokat próbálnak meg kifejezni, de ez egy hamis képként jelenik meg. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy a plastikai sebészet ugye a 20. században változott meg a szépség sebészetnek az irányába, ugye amikor nem csak akkor alkalmazták, amikor valaki mondjuk autóbalesetet szenvedett, és eltorzult az arca vagy a teste, hogy helyreigazítsák és visszaállítsák, vagy megpróbálják visszaállítani az eredeti formát és alakot, hanem az embert jobbá kívánják tenni ennek segítségével, ami alapvetően sok pénzt jelent annak számára, aki ezzel az igénnyel lép föl, vagy hát sok pénzt kell érte fizetnie. Ugyanakkor azt mondják sokan, hogy a kettő között nem húzható éles határvonal. És nagyon izgalmas ez a megfogalmazás, hogy minden helyreállító műtétnél fontos szempont a megfelelő esztétikai eredmény elérése, és minden szépészetinek minősített beavatkozásnak gyógyító jellegű hatása is van. A páciens lelki státuszát, önértékelését javítja. Tehát ez abban az esetben is elmondható, hogy a páciens önértékelését javítja egy szépészeti, egy plastikai vagy szépészeti beavatkozás, amikor valaki már teremtettségénél fogva jól néz, de még szebb akar lenni, és nem elégedett önmagával, nem elégedett azzal a testképpel, amit reggelente a tükörben lát. A plastikai sebészet, illetve a szépség sebészet felhasználásával el lehet érni egy jobb életminőséget, amikor az egyén harmóniába élhet önmagával. Ezt nem vonhatja senki kétségbe, mert mindannyian szépek szeretnénk lenni. Ha megfogadnám Béres Tamás tanár úrnak a javaslatát, tegyük interaktívvá az alkalmat, akkor ezt megkérdezhetném, hogy ki nem akar szép lenni, ki elégedett önmagával, de félek, hogy nem jelentkezne senki egyik. Elégedettek vagyunk. Na, tudtam, hogy ezt kell megkérdezni. Igen, tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tulajdonképpen sokszor a környezet elvárása, tehát a szociális környezet elvárása miatt törekszünk arra, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy sok férfi számára a nagy mell és a formás fenék az elvárás, akkor sok fiatal lány ennek az elvárásnak kíván megfelelni. Hát ez nagyon jó üzlet azoknak, akik rendelkeznek. Tessék? A maradék férfinak nem ezt tetszik, a teljes harmónia nem biztos, hogy társadalmon belül megvalósul. Igen. Az egészségügyi világszervezet meghatározása szerint ugye a szociális jólét az egészségünknek a meghatározó része. Tehát nem csak a testi, lelki és szellemi jólét, hanem a szociális jólétünk is. Tehát a testnek az esztétikai elfogadottsága, sőt a kívánatos megjelenés is jelentős szerepet játszik a társadalmi jólétnek a megtapasztalásában, az átélésében, az elfogadottságában. Hát erre sok minden mutat, hogy mennyivel jobban érvényesülnek azok, akik a társadalom által ideálisnak tartott testkép birtokában vannak, mennyivel elfogadottabbak azok, akiket az általános vélekedés szerint szépnek tartunk. Bár néhány szőkenős viccet is megemlíthetnénk. Egy példa az imént elmondottakra, Greta Garbónak az ikonikus arca, erről nagyon sokat írtak, és nagyon sok ellenzés készült róla. Tulajdonképpen sokan egy arc tárgynak tekintik, amely utánzásra méltó, amely mintát ad arra, hogy hogyan kell kinéznie egy nőnek. Ugye a 20-as, 30-as években volt egy nagyon szép fiatal hölgy, Greta Garbo. Tehát a társadalmi normává válik, és felszólító elővel bír. Ilyenné kell válnod, hogy tetszetős és elfogadott lehess. Most ebből következik még az is, hogy ugye a médiában viszonylag kis számú ideálisnak vagy szimpatikusnak mutatkozó alakkal találkozhatunk, és ez ahhoz vezet, hogy tulajdonképpen, ahogy ezt régen mondták, hogy egy kaptafára kívánják sokan alakítani önmagukat, egy bizonyos ideáltípus az általánosan elfogadott mértékévé válik, ugyanakkor ez előnnyel és hátránnyal is járhat. Tehát ennek az egyik előnye lehet az, hogy kialakulhat egy saját ideálkép, hogy milyenné akarok lenni, milyenné akarok válni, mivel akarok azonosulni. Ugye a tinédzserkorban ez nagyon nagy probléma, de sokakat egész életükön át elkísér ez a kérdés, mindaddig, amíg nem találják meg önmagukat, nem jutnak el az előadás elején említett önazonosságra. Hátránya viszont a hasonulás által tagadott különbözőségben rejlik, hiszen szoktuk mondani, hogy a különbözőség, a sokféleség az gyönyörködtet is bennünket, és az Istennek az egyik ajándéka, hogy nem vagyunk egyformák. Jürgen Moltmann volt, aki hát frissen megjelent, már nem is olyan frissen megjelent etikájában, aminek a Ethik der Hoffnung, tehát a reménység etikája címet adta, ő megállapítja, hogy a testalkatnak a korábbi korokkal szemben nem csak túlélési értéke van, tehát a jobb fizikummal, a magasabb szellemi képességekkel rendelkező embereknek a túlélési rátája az általában magasabb, hanem van egy kifejező értéke is a testalkatnak. Valamit mutat a testalkat, valamit elárul rólunk, azt, hogy tulajdonképpen ki vagyok én, és azzal a kérdéssel mindannyian szembesülünk, hogy milyenné akarunk válni. Hogy ebben a tekintetben nagy jelentősége van annak, hogy hogyan jelenek meg, hogyan lépek föl életemnek a színpadára. Mi az, ami meglátszik rajtam. Moltmann megállapítja, hogy tulajdonképpen a test az plasztikus. Tehát meglátszik rajta az élettapasztalat, az élettörténet. A testben raktározódnak a szerzett tapasztalatok, a betegségek, a lelki benyomások, döntő élmények hátrahagyják nyomaikat. Tehát a test az nem csak túlélési értékkel, hanem kifejező értékkel is bír. Gondoljunk az ideáltipikus férfira vagy nőre. Ugye az ideáltipikus férfi általában véve a sportos, atléta, testalkatú férfi. Ezzel együtt a társadalomban megjelenik egy kell is, hogy milyenné kell válnunk, és hogy fitté kell lennünk a munka számára, de a szórakozás számára is, és a társadalomban megjelenő kell a megjobbítás irányába mutat, ami